munka és suli után jöhet a bevásárlás és a falatozás. Fiatalok és idősek egyaránt előzönlötték az újvidéki éjszakai bazárt. Nagyon érdekes, és nagyon sokféle dolgot láttam eddig. Különböző ételek, több mindent megpróbáltam, más sajtok, fantasztikusak. Csak ajánlani tudom őket. Nagyon jó, én nekem nagyon tetszik, főleg az, hogy két részre van osztva. Tehát az egyik részen a kaják, a piák, a másik részen pedig a gyönyörű kézi munkák. Nagyon sok érdekes dolgot láttam itten. Örülök, hogy olyan sok fiatal hozott készítményeket, amilyen ilyen szappanokat láttam, ami nagyon tetszik. Volt is miből válogatni, kóstolgatni, hiszen sohasem látott számban jöttek el az árusok. Csak nem 300 kiállító hozta el saját készítésű ételeit, italait és kézműves alkotásait. Már harmadik alkalommal veszünk részt ezen a Nocsni Bazáron. Először a kettő a halpiacon volt megszervezve. Nagyon sikeres volt számunkra, nagyon sok érdeklődő. Nagyon az a tapasztalatom, hogy nagyvárosban az emberek ki vannak éhezve ezekre a hazai termékekre. Úgyhogy nagy örömmel jövünk ide Újvidékre, szívesen. A gasztronómiai ínyenségek és a modern kézműves alkotások mellett hagyományos kézi munkákat is szép számban lehetett látni a vásáron. Szeretek kézi munkázni, és akkor az estéket úgy döntöm el, hogy kézi munkázok. És akkor úgy döntött, hogy elhozza ide erre a kiállítást? Igen, meg a Petőfi Sándor kultúrkörnek a tagja vagyok, a kézi munkacsoporttal. Úgyhogy ott is sokat kézmunkázunk, és akkor téa délutánokra is viszem meg ilyen helyekre. Az újvidéki éjszakai bazár elsődleges feladata, hogy felkarolja a kézműveseket, a kisvállalkozókat és szervezeteket, illetve az otthon barkácsolókat, és lehetőséget nyújtson számukra a bemutatkozásra. Mi smo jako zadovoljni, jer su zadovoljni naši izlagači i vraćaju nam se svaki put. Znači 80% izlagača koji je sada tu su oni od prvog i drugog puta, s tim što imamo naravno i novih. I ono što je jako bitno, što je publika ne samo Novosadska, već i iz okolnih mesta i Beograđani, eto i Subotičani dođu malo da posete ovaj bazar i da uživaju u dobroj atmosferi koju ona nosi. A vendégeket gyermekprogramokkal, humanitárius rendezvényekkel és különböző műhelymunkákkal is várták.